Sziasztok! Üdvözöllek titeket ebben az új Varr velem videóban. Ma megmutatom nektek, hogy hogy tudtok nagyon egyszerűen megvarni ilyen klassz kis halloweeni vagy őszi témájú pohárralátéteket. Először is megmutatom nektek, hogy mi mindenre lesz szükségetek ezeknek a pohárralátéteknek az elkészítéséhez. Szükségünk lesz szabollóra, gombostükre és cérnára. A cérna színénél az a lényeg, hogy passzoljon a motívumhoz, ezen kívül szükségünk lesz egy ceruzára, vagy egy kimosható filztorra, hogy megfelelően meg tudjuk rajzolni a mintát. Kelleni fog egy barkácskés, vagy snitzer is, hogy szépen ki tudjuk vágni a mintát. És ha nem szeretnétek varni a mintát, akkor nyugodtan használhatok ragasztót is. Barkácsragasztót vagy pillanatragasztót használjatok, de akár ragasztópisztollyal is dolgozhattok. Aztán akár süti kiszúrókat is használhattok, ezeket is használhatjuk itt sablonként. Ezen kívül textiljelölőket is használhatunk, hogy néhány részt a színekkel hangsúlyosabbá tegyünk. És a sablon készítéséhez kelleni fog például egy üvegpohár, illetve van nekem még régebről egy ilyen pohár alátétem, ezt is használni fogom. És én néhány dolgot már meg is rajzoltam, így ezeket majd ki tudom vágni. Aztán kell majd valamilyen alátét ahhoz, hogy a kést tudjam használni, és végül természetesen magára a filcanyagra is szükségünk lesz. Ennél az anyagnál az a fontos, hogy valamelyest vastag filcanyagot választhatok, mert így akkor a pohár alátét is valamennyire vastag lesz, viszont ha több réteggel dolgoztok, akkor akár vékonyabb filcanyaggal is dolgozhattok. Először is el kell készítenünk a sablonokat. Én már készítettem ilyen terveket, és már azt is kiválasztottam, hogy mekkorák legyenek az alátétek, és milyen formájuk legyen. Fontos, hogy ki is próbáljuk ezeket, hogy lássuk, mennyire nehéz elkészíteni, illetve hogy lássuk egyáltalán megvalósítható-e az ötlet. Ennél a szellemes alátétnél például egyértelműen látszik, hogy eléggé aprólékos munka ezeknek a kis részeknek a kivágása, illetve felvarrása. Ezzel szemben például ezt a levelet, vagy ezt a tököt lényegesen egyszerűbb elkészíteni. És hogyha sikerült kitalálnunk, hogy melyiket szeretnénk elkészíteni, akkor már ki is választhatjuk a megfelelő színű filcanyagokat, és elkezdhetjük felrajzolni rájuk ezeket a mintákat. Az első motívum, amelyet el szeretnék készíteni, az a tök. Már ki is választottam hozzá a színeket. Ez a barna szín lesz a háttér, a tök természetesen narancsárga lesz, a tök szára pedig zöld. Maga a folyamat úgy fog kinézni, hogy kivágunk egy kört a barna színű filcanyagból, majd kivágunk egy második réteget is a barna színből, de így gyakorlatilag csak a negatívot vágjuk ki, mert ezt már csak itt kívül fogjuk használni. Utána kivághatjuk magát a tököt is, ebből a narancssárgából, a szárát pedig a zöldből. Így ezeket majd szépen bele tudjuk tenni a barna filcanyagba.
Ha sikerült kivágnunk minden egyes részt, és szépen bele is tudjuk tenni egymásba, akkor elkezdhetjük összedolgozni ezeket. Én már szépen egymásba tettem ezeket a részeket, a következő lépésben pedig vagy össze kell ragasztanunk ezeket, tehát az alsó réteget most arra kell használnunk, hogy a kisebb részeket most rá tudjuk ragasztani, ezért is olyan praktikus ez, ha két réteggel dolgozunk, vagy akár össze is varhatjuk, ahogyan azt én is csinálni fogom. Most cikcaköltéssel fogok dolgozni, vagyis minden egyes elemet cikcaköltéssel fogok összevarni egymással. És ugyanígy fogok eljárni, majd utána kívül is, utána pedig még egyenes öltéssel végigvarrok itt, hogy még részletgazdagabb lehessen a minta. Ezt a lépést természetesen textíljelölővel is elvégezhetjük, de egyébként akár mindent be is teppelhetnénk, kinek hogy tetszik. Nos, itt láthatjátok az elkészült pohár-alátétet. Ahogy mondtam is, én mindenhol cikcaköltést használtam, ezeket a belső vonalakat is cikcaköltésére készítettem el. De úgy készítsétek el, ahogy nektek tetszik, szerintem maga az alátét vastagsága és stabilitása is tökéletes lett, ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy két rétegűre készítettük. Viszont ha vastagabb filcanyaggal dolgozunk, akkor elég lehet akár csak egy rétegűre készíteni. Most pedig megmutatom nektek, hogy hogyan tudjátok ezt egy kicsit háromdimenziósabb változatban is elkészíteni. A következő alátét, amelyet meg szeretnék mutatni nektek, nem csak egy rétegből áll, amelybe beledolgozzuk a többi réteget is, hanem két rétegből, és ennek köszönhetően úgymond háromdimenziós képet ad. Én egy ilyen halloweeni tök arccal fogok dolgozni. Itt az a fontos, hogy mindenhol, azaz minden sarokban ugyanakkora legyen a kiemelkedés. Hiszen ha rátesszük a poharunkat, akkor fontos, hogy ne dőljön el, ugyanakkor a minta kiemelkedése is látszódjon. Már ki is választottam a színeket, az alap narancssárga lesz, és fekete színt fogok használni az arcvonások elkészítésénél. A narancssárga színből duplán fogok dolgozni, hogy egy kicsit vastagabb legyen, de ahogy mondtam is, ha ti vastagabb filcanyaggal dolgoztok, akkor elég lehet egy réteg. Mindössze arra kell figyelnetek, ha velem ellentétben ti vastagabb filcanyaggal dolgoztok, hogy a minta egyenletesen emelkedjen ki, és így ne dőljön el a poharunk. Most akkor fogom ezt a sablont, és kétszer kivágom ebből a narancssárga anyagból, így már meg is lesz az alátétem. Utána kivágom az arcot, ráteszem a fekete filcanyagra, és azt is szépen kivágom. És ezután pedig összeillesztem.
Ha sikerült kivágni minden egyes alkatrészt, és szépen egymásra is tettük, akkor elkezdhetjük, vagy ahogyan már mondtam is, összeragasztani, vagy pedig összevarni. Én ezúttal is a varrást választom, most viszont egy kicsit máshogy járok el, mint az előbb, ugyanis nem cikcaköltéssel fogok dolgozni, hanem egyenes öltéssel. Először a kisebb elemeket varrom fel, utána pedig körben besteppelem, így majd szép szegélye lesz. Ugyanakkor cikcaköltéssel is elkészíthető, kinek hogy tetszik. Nos, itt láthatjátok az elkészült pohár alátéteket, illetve itt van még három további is, amelyet elkészítettem. Ezeket ugyanúgy készítettem, mint a tököt, tehát a szellemnél az arcot is beledolgoztam a második rétegbe, és egy cikcaköltéssel zártam az egészet. A denevéres alátétnél is beledolgoztam az egészet a második rétegbe, itt viszont egyenes öltéssel zártam le körben az egészet. Ennél a pókhálónál szintén egy kicsit máshogy dolgoztam, itt kivágtam egy anyagrészt, és így gyakorlatilag cikcaköltéssel alakítottam ki magát a mintát. Utána pedig még textiljelölővel is kihúztam ezeket a vonalakat, és azt kell, hogy mondjam, mind tökéletes lett poharakhoz, csészékhez, tehát megállnak rajta, és egyik sem lett egyenetlen. Remélem, hogy tetszett nektek a videó, ha igen, akkor kattintsatok a tetszik gombra, és iratkozzatok fel a csatornára. Jó szórakozást a varráshoz! Sziasztok!